Köszöntöm nézőinket, Önök közéleti magazinunkat látják. Én Varga Szintia vagyok, mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. Változó nyugdíjkorhatár, több Európai Uniós ország is tervezi az emelést. Magyar László szakképzési iskola, Dunaföldváron két ágazatban tanulnak a diákok. Merre tovább? Pályaválasztás előtt a nyolcadikosok. Aggódnak a hazai borászok. Több Európai Uniós ország is tervezi a nyugdíjkorhatárok kitalását. Dániában 2035-ben 69, Spanyolországban 2027-től 67, Hollandiában 2028-ra már 67 év és 3 hónapig kell dolgozni. Európa folyamatosan öregszik. Jelenleg az Unióban a lakosság több mint 20%-át a 65 évnél idősebb korosztály teszi ki. Ez a szám a jelentések szerint 2070-re 30% fölé fog húzni. Több európai ország tervezi a nyugdíjkorhatárok kitolását. Ha valaki olyan fizikai állapotban van, meg szellemi, tud még dolgozni, akkor dolgozzon. Magyarországon a nyugdíjkorhatár legutóbb 2022-ben emelkedett 65 évre, jelenleg nincs terítéken a további változtatás. Helytelen, jobb lenne, ha hagynák úgy, ahogy van. Nem eleget dolgozunk így is, és akkor még emelik. Onnan már csak a sír. Az utóbbi évtizedeket vizsgálva a modern egészségügynek köszönhetően az emberek tovább élnek, így a nyugdíjban töltött évek száma is emelkedik, ezzel együtt pedig a közkiadások is növekednek. 65 fölött az már teljesen kizsigerelt emberek, akkor azok már mit élveznek a nyugdíjból. Elmennek nyugdíjba egy-két év maximum, akkor utána semmi. Tehát kicsit jobban meg kellene becsülni ezt az idős korosztályt, aki eddig építette a dolgokat, ugye az vitte a hátán a nehézségeket. Fiatalokat kellene kicsit ösztönözni, hogy menjenek dolgozni, hogy legyen. Mert most a nyugdíjasoknak is szerintem egy olyan 60%-a még mindig dolgozik. Tehát ilyen szempontból nem nagyon, tehát úgymond nagyon mindegy, hogy 64 évesen megy, 65 évesen vagy 70 évesen. Annyi a különbség, hogyha csak dolgozik, már ebben a korban ugye rezsi, gyógyszerek, egyre drágábbak az élelmiszerek. Egy nyugdíjból nem hiszem, hogy meg lehet élni. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, más néven OECD országaiban, például az 1970-től 2020-ig tartó időszakban a nők várható nyugdíjban töltött éveinek száma 16-ról 24-re, a férfiaké 12-ről 19-re nőtt. A régi öregjeink azok nagyon jók voltak, mert ők már 50 évesen elmentek. Én is 65 évet betöltöttem, mikor nyugdíjba mehettem, pedig végig dolgoztam az életemet. Ma 70 éves vagyok, és mégsem dicsekedhetünk a marha nagy nyugdíjainkkal, mert a régieknek kevés van. A mostaniak meg, nem tudom, még mindig úgy van vele az ember, hogy akik vissza tudnak menni dolgozni, menjenek. Minden téren, akik úgy érzik, mert az, hogyha csak leblokkolunk, az nem lehet, hogy csak leblokkolunk, mert otthon az élet az olyan gyorsan le tud épülni, hogy csak mozgásban maradni. Úgyhogy nem tudom, hosszú, sok év az, nagyon-nagyon sok év a 70 évig a dolgozás. A nyugdíjas éveikben azonban sokan nem hagynak fel a munkával, a ház körüli teendők ellátása is teljes körű elfoglaltságot adhat. Én a mai napig aktívan teszem a dolgomat. Én otthon kertesházban, 600 öltelken, mindennel, tehát én reggel 4:30 kelek, és onnantól fogva én estig mocorgok, tehát nem lehet leblokkolni. Úgyhogy, hogy az ember addig, ameddig él, addig mozogjon, mert mozognunk kell, mert ha megállunk, akkor mindennek vége van. Csak pozitívan mindent is. De a 70 év azért egy kicsit sok. Nálunk is, meg még 65 is sok már. Jelenleg Magyarországon az jogosult öregségi nyugdíjra, aki a 65. életévét betöltötte, és legalább 20 év szolgálati időt szerzett. Mivel nem vagyok a korosztály érintettje, ezért úgy személyes tapasztalatom ebben nincsen. Szerintem lehet, hogy ez egy szükségszerű változás, ugye, amivel idősödik a társadalmunk, és hát nagyon sok fiatal ugye kivándorol külföldre dolgozni. Szerintem nem egy jó megoldás, de valószínűleg a kényszer hozza, és szükségszerű lesz. Igazából olyan nagyon szélsőséges véleményem erről nincsen, inkább csak
csak próbálom objektíven látni a helyzetet. Az Európai Bizottság jelentése szerint a munkaképes korú népesség 50 év alatt 18%-kal fog csökkenni az Unióban. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Magyar László Szakképzési Iskola Dunaföldvár szívében helyezkedik el. Turizmus vendéglátás ágazaton belül szakács, cukrász, pincér, gépészet ágazatban épület és szerkezetlakatos, illetve hegesztő szakmákat tanulnak a diákok. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Magyar László Szakképzési Iskola családias hangulatú, de évről évre egyre nagyobb tanuló létszámmal büszkélkedik. Olyan szakembergárdával rendelkeznek, akik a megfelelő szakmai tudással látják el a tanulókat. A duális partnerekkel jó kapcsolatot ápolnak, mondta Németné Márton Renáta, igazgató. 9. ugye ágazati alapoktatás van, mind a turizmus vendéglátás ágazaton, mind a gépészet ágazaton, és 10-től a tanulóink mindegyike duális partnernél kezdi meg a munkát, és igazából akkor ők 11-ben végeznek ki is, tehát nappalin csak ez a szakképzőiskolai képzéseket tudjuk kínálni. Jól felszerelt konyhánk lesz, most folyamatban van, tehát egy nagy felújításban vagyunk benne, azt gondolom, hogy az iskolánk tanuló létszáma ezt most már erősen indokolta, hogy 2 konyhánk lesz, most már külön válik majd a szakács és a cukrász konyha, úgyhogy nagyon várjuk ennek a felújításnak a befejezését, hogy egy igazi modern, korszerűbb gépekkel felszerelt konyhában tudjuk a tanulónk képzését folytatni, és a gépésztanműhelyünk is ugye jól felszerelt, ott is folyamatban van egy felújítás. Hamarosan annak is elindul a kivitelezése, és azt gondolom, hogy egyébként is minden olyan technológiai feltétel, aminek ma már egy iskolának kell rendelkezni, azzal mi is rendelkezünk. A 10. osztálytól mennek 2 tanulók, a nappali tagozatos tanulók a duális képzőhelyre, és igazából nagyon széles, inkább azt mondanám, hogy hosszú partnerlistánk van már, ugye, akikkel évek óta tartjuk a kapcsolatot duális partnerekkel, de hogyha szükség van rá, akkor akár új duális partnereket is bevonunk. És akkor egy olyan közös képzési programot dolgozunk ki velük, amelyben megbeszéljük azt minden duális partnerrel, hogy a cél érdekében kinek mi a feladata alapvetően, és akkor egy folyamatos együttműködés jellemzi ezt a dolgot, és akkor menet közben többször vannak egyeztetések, mérések, amelyekkel a tanulók előrehaladását tudjuk nyomon követni. Az alapmunkabért minden duális képzésben résztvevő tanuló megkapja, egyes helyeknél az eredményeiktől függően emelhetnek is az összegen. A diákok pályakezdési juttatást is kaphatnak, a szakmai vizsga eredményétől függően. Az épület és szerkezetlakatosok fémes anyagból, főként acélból készült lemezek, idomok, csövek, vázak és tartószerkezetek előkészítését, szerelését, hegesztését és ellenőrzését végzik. A hegesztők pedig különálló szerkezeti elemként készült gépalkatrészeket, szerkezeti elemeket egymáshoz rögzítenek különféle hegesztési technikák, eljárások alkalmazásával. Valamennyire pontos legyen az ember, átlássa a dolgokat, és főként a probléma megoldó képessége, mert bármi közben jöhet munkatokat. Mindenképpen kell, hogy odafigyelj, mindenképpen kell, hogy mindent bele tudj adni a tanulásba, mindent bele tudj adni abba, hogy sikeresebb legyél, hogy jól meg tud csinálni azokat, amiket kell. Az intézmény várja azokat a tanulókat, akik szeretnének egy jó közösséghez tartozni, és érdekli őket a turizmus vendéglátás, illetve a gépészet területe. A tanév őszi időszaka a 8. általános iskolásoknál igen mozgalmas, hiszen el kell dönteniük, hol, milyen intézményben szeretnének tovább tanulni, érettségit vagy szakmát, esetleg mindkettőt szerezni. A választást megkönnyíti, ha személyesen is felkeresik a kiszemelt intézményeket, erre pedig a nyílt napok és szakmabemutatók vármegye szerte lehetőséget biztosítanak. Így lesz ez a Déli Agrárszakképzési Centrum Csapó Dániel mezőgazdasági technikum, szakképzőiskola és kollégiumban is.
A Déli Agrárszakképzési Centrum Csapó Dániel mezőgazdasági technikum, szakképzőiskola és kollégium intézménye duális képzés keretében elméleti és gyakorlati tudást nyújt a tanulóknak, akik érettségit és szakmát is szerezhetnek a tanulmányaik alatt. Itt a beiskolázás időszakában szeretnénk kedvet csinálni a pályaválasztó tanulóknak, hogy iskolánkat válasszák. Miből választhatnak a tanulók? Három ágazatban kínálunk képzéseket. Az első a mezőgazdaság, ez a húzó ágazatunk. A rendészet és közszolgálat, valamint az élelmiszeripar ágazatban várjuk a tanulókat. Tolna vármegye legnagyobb agrárszakképző iskolája. Iskolánk technikumi és szakképző iskolai képzéseket is kínál. A technikumi képzések 5 évesek, a szakképző iskolai képzések pedig 3 évesek. Mezőgazdaság ágazatban a mezőgazdasági technikust tudjuk kínálni, és ide várjuk azokat a tanulókat, akik szeretik a természetet, szeretnek állatokkal, növényekkel foglalkozni, de a technikumi képzésből, mivel felsőoktatásba is mehetnek a tanulók, előny az is, hogyha azért van szervezőképességük, van némi vezetői ambíciójuk, ugyanis az itt nálunk végzett tanulókat felsőfokú végzettséggel szeretik a cégek alkalmazni közép, illetve felső vezetőként. A technikum, a mezőgazdasági technikus képzés átöleli a növénytermesztést, az állattenyésztést, és némi kertészet is van az 5 év folyamán. Fennállásának 90 éve alatt a magyar mezőgazdaság méltán híres szakembereinek sokaságát bocsátotta ki. A mezőgazdasági képzésben a mezőgazdasági technikusnak a kis testvére a gazda. Itt a tanulók nem kapnak érettségét, hanem a 3 év zárásaként szakmai vizsgát tesznek, és gazda végzettséget szereznek. A családi gazdaságok, illetve a nagyobb cégek várják azokat a tanulókat, akik nálunk végeznek. Ők T-kategóriás jogosítvánnyal traktort is vezethetnek, úgyhogy ezt is ajánljuk azoknak, akik nem annyira szorgalmasak, de szeretik a természetet, szeretnének kint dolgozni. Az élelmiszeripari képzésben a pékcukrász és a hentes és húskészítményi készítő szakmákra várjuk a tanulókat. Ez mind a 3 szakma 3 éves szakképző iskolai képzésünk. A jó hír az, hogy ha ezt választják, a tanulók 10. évfolyam után munkaszerződéssel, duális partnernél vannak gyakorlaton, ami munkabért jelent, és az ezzel járó minden előnyt élvezheti a tanuló. A mindegyik képzésünkhöz, ahogy említettem, duális partnernél folyik a gyakorlat, ezt fontos kiemelnünk. A mezőgazdasági vonal mellett nagy múltra tekint vissza a rendészeti képzés, melynek színvonalát számos rangos versenyen elért eredmény mutatja. A rendészet és közszolgálat ágazatban pedig a közszolgálati technikus szakmát kínáljuk. A közszolgálati technikus képzésnél fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a szakmai tantárgyakat szakmai tanárok tartják, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság dolgozói oktatnak, ami nagyon magasan, tehát ami megemeli az oktatás színvonalát. Saját sportcsarnokunk van, saját műterünk van. A technikumban 5 éves a képzés időtartama. Ebből az első 2 év az ágazati alapoktatás, amelyet a technikumban is alapvizsga zár. A hozzánk járó tanulóknak biztosítjuk a gyakorlati helyet, illetve színvonalas képzésben vehetnek részt. Kollégiumunk is van, a kollégiumban minden tanulónak tudunk férőhelyet biztosítani, a délutánokat értelmesen tudják eltölteni, hiszen a kollégáink nagyon jó programokat szerveznek a délután eltöltésére, és menzára is van lehetőség. A középiskola októberben nyílt napra invitálja a jelenlegi 8-osokat és a szüleiket.
Visszaeső fogyasztás miatt aggódnak a hazai borászok. Ez a trendek változásának is köszönhető, melynek legnagyobb vesztese leginkább a vörösbor, mondja a szakértő. Ezen kívül új szabályokhoz kell alkalmazkodniuk a bortermelőknek 2024. január 1-től. A kötelező csomagolóanyag visszaváltási rendszer jelentősen átírja az adminisztrációt és növeli a költségeket is. Az európai borászatra jellemző fogyasztás csökkenés itthon is érezteti hatását. A borfogyasztás visszaesése drasztikus lett az elmúlt 20 évben, ezzel párhuzamosan azért a Magyarország szőlőterülete is csökkentek, lényegesen kevesebb szőlőterületen gazdálkodunk már, mint 20 évvel ezelőtt, viszont a borfogyasztása is az elmúlt években iszonyatosan visszaesett. Ennek az okát mi is vizsgáljuk és nézzük, és látjuk a fogyasztói trendek változását. Érdekes módon a fehér boroknak a fogyasztása az növekedett a borvidéken, a rozé az már évek óta egy stabil, stagnáló piac, de a vörösborok kész fogyasztása drasztikusan csökkent. Hiszen, amíg Magyarországon 20 éve még 30 liter volt az egy főre eső borfogyasztás, addig idén ez a mennyiség már megközelítően 15 literre esett vissza. Hát ezt több okkal is tudjuk magyarázni, több okot is látunk benne. Például a mai fiataloknak kevésbé nyúlnak a borhoz. Én nem gondolom, hogy az alkoholfogyasztás csökkenne, sokkal inkább azt látom, hogy a bornak a fogyasztása csökkent. Valahogy nem érinti meg a fiatalokat már a borhoz való kultúra, nem érinti meg, hogy ez nem csak pusztán egy alkoholos termék, hanem ez egy nagyon komoly szakértelmet igénylő fogyasztási cikk, és ezért előszeretettel választák azokat a termékeket, amelyek esetleg jobb ivásúak, édesebb ízek, és ezek a száraz vörösboroknak sajnos most egy picit visszaesőben van a fogyasztása. A bajok szembetűnő jelei közül megfigyelhető, hogy a borfogyasztók korfája rohamosan öregszik, a fiatalokat pedig nem tudják megszólítani. 20 évvel ezelőtt körülbelül úgy számoltuk, hogy 25-26 liter per fő per évnyi bor fogyel Magyarországon. Ez a szám mostanában már visszaesett, 15 liter környékére kalkulálunk, ami nagyon drasztikus fogyasztási csökkenés jelent. Hogyha a lakossághoz visszaadjuk, ez körülbelül 1 millió hektoliterrel kevesebb bor fogyel a magyar piacon, mint az előző években. Ez egy tényleg komoly területveszteséget is jelentene, és hogyha ez a trend folytatódik, akkor még ez a kevés szőlőterületünk, ez a körülbelül 60 ezer hektár is, majdhogy nem azt mondjuk, hogy sok lesz a hazai piacra. A helyzetet tovább nehezíti, hogy 2024. január 1-ével indul el hazánkban a kötelező csomagolóanyag visszaváltási rendszer. A most megjelent részletszabályok alapján a kötelezően visszaváltási díjas termékek körébe tartozik majd minden üveg, 1 deciliter és 3 liter közötti tartalmú italtermék, így az ebbe a kategóriába tartozó borászati termékek csomagolása is. Az EPR-t váltja föl tulajdonképpen, ami azt jelenti a piac számára, hogy nagyjából ez nekünk plusz 50 forint költség lesz minden egyes palackon, illetve most a jelenlegi álláspont szerint irtózatosan sok adminisztrációs teher, illetve várakozási idő, hogy egy-egy tételt forgalomba hozhassunk, úgyhogy reméljük, hogy mind a kormány, illetve a MOHU ebben a tekintetben fog gondolkodni, és megpróbálja megvizsgálni azoknak a lehetőség, vagy azoknak a dolgoknak a lehetőségeit, hogy hogyan tudnák ezt számunkra borászatok számára megkönnyíteni, illetve hogy érdemes-e vajon bevinni a borászati ágazatot ebbe az üveg visszaváltós rendszerbe, hiszen ha megnézzük a sört, vagy a söröknek a kibocsátását, és ezeknek az üveges termékeiket, elenyésző mennyiség ahhoz képest a boros palack. Főként a mai fogyasztások alapján, tehát amikor 20 évvel ezelőtt megittek az emberek 50 liter bort egy évbe per fő, most ez jelenleg 15-17 liter, amiről beszélünk, csökkent ugye a trend, és emiatt csökkentek az ezáltal fölhalmozódott költségek. A döntés a borászokon túl arra, mintegy 25 ezer szőlőtermelő gazdálkodóra is hatással van, akiknek bevétele erősen függ a magyar borászok hazai és exportpiacokon történő eredményességétől. A borfogyasztás alakulását jelentős mértékben érintette a koronavírus járvány, hiszen akkor az összes vendéglátóhely bezárt a szigorú lezárások miatt. A Covid utáni időkben kezdődött az a tendencia is, hogy,
hogy itt az energiaárak miatt gyakorlatilag évente 20%-ot nőtt a felhasznált anyagok, kezelőanyagok, az üveg, a címke, igazából olyan szintű, szinte duplájára emelkedett az elmúlt 5-6 évben az előállítási költség, és ehhez képest a borárak valami keveset tudtak. Jó esetben 5-10% áremelést tudtunk érvényesíteni. Nyilván többet azért sem lehet, mert egyszerűen a fogyasztók pénztárcáját már nem lehet tovább feszegetni, és ez az a helyzet, ami nagyon nehéz állapotokat idézett elő, és hát ugye ezt még csak fokozni fogja ez a komoly adminisztrációs teher, ami most ugye hát arra vár, hogy mint gyártók felelősséggel mögé álljunk. Egyébként én teljesen egyetértek nyilván az üvegváltással, tehát a környezetvédelmi szempontokat mi messze menőkig elfogadjuk, legyen szelektív, legyen visszagyűjthető, feldolgozható. Nyilván ez talán egy kicsit több időt kellett volna erre adni. Egyébként több ország erre kapott felmentést, Magyarország valami miatt nem kapta ezt meg, tehát nekünk ez decembertől már a december utáni forgalomba hozott boroknál érvényes lesz, mármint az új címkézési szabály, mert ehhez még az is hozzájön, hogy fel kell tüntetnünk a címkéken a kalóriatartalmat, és egy külön QR kóddal kell a fogyasztónak bebizonyítanunk, hogy az adott bornak a paramétereit, a felhasznált anyagokat, ha valaki tejérzékeny, például olyan derítőanyagot használt az adott borkészítésnél a borász, akkor erről mintáig osztottunk el korrekt módon a fogyasztót. A fogyasztók köre idősödik, a fiatalokat pedig nem tudják megszólítani, így előbb-utóbb még radikálisabban fog csökkenni a fogyasztás. A válságok sem kímélik a borászokat, nem beszélve az uniós alkoholpolitikáról. Igen, sajnos ezek a hírek igazak, jelentős mértékben csökken mind az európai, mind a hazai borfogyasztás. Amikor én végeztem a főiskolán 99-ben, nekünk még 37 litert tanítottak per fő, ez ma bőven 20 alá csökkent sajnos, de igazából ez nem csak a magyar borágazatot sújtja, hanem Európában is, tehát Olaszországban 7, Portugáliában 9, Franciaországban 15, Németországban 22%-kal esett vissza a borfogyasztás, ezek friss adatok, sőt az európai borfogyasztás is 8%-kal csökken, tehát az európai bornak is csökken a világban a vezető szerepe, úgymond, és hát erre nekünk válaszokat kell adni. A szakértő azért nem látja teljesen reménytelennek a helyzetet, ugyanis ezt az állapotot némiképp segítheti, hogy a Magyar Bormarketing Ügynökség hamarosan indítja vásárlás ösztönző kampányát. Vannak erre hazai programok is, ugye nem olyan rég, közel egy éve, hogy Rókusfalvi Pált kinevezték bormarketingért felelős kormánybiztossá, tehát még ilyen nem volt, hogy az ágazatunk kapott egy embert, aki igazából ezért felel és próbálja segíteni az ágazat munkáját, ráadásul ugye ez a miniszterelnökség alá tartozik, tehát egy elég komoly mögéállást tapasztalhatunk, és már az első promóciós programok el is indultak. Ha ez megvalósul, már pedig reméljük, hogy így lesz, akkor évi 3 milliárd forintot fog kapni a magyar borágazat marketing célú támogatást. Úgyhogy ezzel kell élnünk, elindultak már különböző videókészítések különböző borvidékeken, Iszekszárdon legutóbb nálunk pont a Heyman család látta vendégül a két színész főszereplőt, akik egy ilyen nagyon vagány, fiatalokhoz szóló videóval végigvezették a szüretet, a borkészítést és hát a családi tradíció átadást. A kampány célja, hogy közelebb hozza a fiatalokhoz a hazai borkultúrát, illetve növelje a magyar borok népszerűségét a külföldi piacokon. Közéleti magazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!